Úgy érzem, ez egy kontroverz videó lesz. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban beszélgessünk egy kicsit az új Harry Potter sorozatról, amit bejelentettek. Nagyon régen volt Harry Potter videó, és mindig mondjátok, hogy szeretnétek Harry Potteres videót, hát tessék, most már van téma, amiről lehet beszélni. Az elején néhány disclaimer. Egyrészt én már nem érzem magam akkora Harry Potter fannak, mint néhány évvel ezelőtt. Szeretem továbbra is a Harry Potter, de amikor J.K. Rowling még anno elkezdett magyarázni a dolgokat, hogy igen, ez így volt igazából a könyvben, meg úgy, tehát még amikor utólag akart belenyúlni online a könyvekbe, hogy ez amúgy így van, ez meg úgy van, ez meg lehet így is, tehát ott kezdődött el nekem a problémám azzal, hogy oké, figyelj, megírtad őket, ne utólag próbáld meg belemagyarázni, a 90-es években írtad, nyilvánvalóan más volt a 90-es években az elvárt könyvtartalom, meg a diverzitás mondjuk, mint most már, tehát, hogy ne utólag próbálj belemagyarázni dolgokat, légy szíves. Azóta meg csak tovább ásta maga alatt a gödröt. Valaki egyetért vele, mindegy, ez a videó nem erről fog szólni, mert én ebben nem akarok jelen pillanatban belefolyni. Szóval az a lényeg, hogy szeretem a Harry Potter, J.K. Rowling nekem annyira nem szimpatikus személy, én is azért a Harry Potterrel együtt nőttem föl, szóval az identitásom egy részének azért része a Harry Potter. És de nem vagyok már ilyen nagyon fanatikus Harry Potter rajongó, mint mondjuk egyes emberek, és ebben a videóban nem is, nem tudom, nyilván mivel valamennyire a saját véleményem erről az egészről befolyásolja azt, hogy ezt az egészet látom, ezért személyes vélemény lesz, de csak picit megpróbálom összeszedni, hogy mik az ilyen, mindegy, igazából mit gondolok erről az egész dologról, de hogy kicsit ilyen messzebbről nézve, tehát nem ilyen hevesen ütöm az asztalt, hogy úristen, mit mernek csinálni, vagy nem is tudom. Nagyon sokféle ember van az interneten, és nagyon sokféle hozzászólást láttam már a témával kapcsolatban, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor jó, hát akkor itt van az én, hát mondjuk akkor azt, hogy véleményem erről az egészről. Na most ugye, tehát a maga a hír az, hogy az HBO az leszerződött J.K. Rowlinggal, vagy a Universal Studios-zal, hogy újra csinálják a Harry Potter filmeket, csak sorozatként, 7 évad lesz, és azt hiszem 10 évben keresztül fog ez a 7 évad kijönni, ami egy bazi hosszú projekt lesz. Ezt már szeretném kiemelni, erre vissza fogunk térni. Szóval, Harry Potter filmek. Ugye alapból ez az egész azért okozott úgymond egy kisebb felháborodást, hogy minek rebootolni a filmeket, jók voltak azok, meg senki nem kért igazából egy rebootot, mindenki a Harry Potter lore-on belül valami mást szeretne látni, legyen az tekergőkről valami, vagy a Roxford alapítókról valami, tehát hogy bármi más, ne piszkáljuk a Harry Potter filmeket, jók azok úgy, ahogy vannak. Nyilván a filmek nem lettek tökéletesek, tehát a 4-5-6. Film pontosan azért, mert ott a könyvek már igen-igen vastagocskák lettek, sokkal nehezebben tudtak 2-2,5 órában átadni a teljes történetet, nagyon sok minden kimaradt, nagyon sok minden át lett írva, nagyon sok minden van, ami rosszul lett átadva. Tehát, hogy annak nyilván lenne egy előnye, hogy sorozatként adaptálják most újra a Harry Pottereket, mert több idő van kifejteni a könyvek történetét. A másik ugye, hogy az ugye a hír, hogy pont emiatt, hogy a filmek nem teljesen nagyon, vannak részek, ahol nagyon nem hűen adaptálták a könyveket, hogy ez egy hű adaptáció lesz. Oké, nyilván ennek tök örülnénk alapesetben, csak hogy az egy dolog, hogy hű adaptáció lesz, de a könyvek relatíve már több mint 20 év, tehát hogy már több mint 20 évesek, és egy kicsit más világban lettek kiadva, mint a mai, tehát változtatások egyébként is adaptációnál valami kicsi változtatásoknak minimum lennie kell, de egyébként is biztos lesznek benne olyan változtatások, még akkor is, hogyha nagyon hülyen próbálják adaptálni, amik nem fognak valakinek tetszeni. És nagyon hangos lesz emiatt az interneten. Ezzel az egy-egy évados dologgal egyébként nekem, ami mondjuk így felmerült, hogy oké, hogy mondjuk a 4-5-6-7 könyveket egyszerűbb adaptálni sorozatként, mert hogy több idő van
átadni a sztorit. Ezzel szemben ott van mondjuk az első, második, harmadik rész, amik ugye rövidebbek, tehát ott meg akkor mondjuk ott kevesebb rész lesz, vagy szét lesz húzva a sztori. Nyilván ezeket még nem lehet tudni, mert még csak most lett ez az egész bejelentve, de hogy igen, szóval azért ott vannak hozbeli különbség, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk, vagy mondjuk az első vagy sokkal rövidebb lesz, mint mondjuk az ötödik, ha eljutunk az ötödikig. Szóval ott is van egy ilyen veszély, hogy esetleg elnyújtják, mert azért szeretik a sorozatokat ugye egyenlő hosszúságúra gyártani nagyjából ilyen pár rész különbséggel. Ami másik ilyen kockázati tényezőben az egészben, hogy azért valljuk be, a Harry Potter filmek egy elég ikonikus látványvilágot tettek le az asztalra, amin gyakorlatilag a merchnek is a 99%-a alapszik. Ott van az összes Universal Studios vidám park, ami Harry Potter, nem is Universal, Warner Bros, hülyeséget mondok. Warner Bros, hülye vagyok. Tehát ott van az összes Warner Bros Harry Potter vidám park Amerikában, ugye ott egész ilyen Disneyland kaliberű parkok vannak Harry Potternek szentelve. Ott van a londoni stúdió, amiben ugye az eredeti kellékek ki vannak állítva. Ott van az összes létező merch, ami csak létezik a Harry Potterhez. Az ugye mind vizuálisan azért leköveti, ami a filmekben van. És hogyha rebootolják és újraalkotják most a filmeket, akkor ott van a kérdés, hogy vajon a látványvilágon fognak-e változtatni mondjuk a kastélyon, vagy a belső részén a kastélynak, ami valljuk be, tehát hogy azért kicsit úgymond kockázatos, mert hogy annyira bele van égve a szerintem a köztudatba az, hogy mi a Harry Potternek így a látványvilága, hogy azon változtatni, ez kicsit necces. Ugyanakkor, hogyha azon, tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk nem változtatunk a látványvilágon, akkor konkrétan csak a színészeket cseréljük ki az egészben, aminek nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy nem sok értelme van mondjuk, kiderül, ha eljutunk oda. És én mondjuk, én nagyon-nagyon szeretem a Harry Potter zenéjét, főleg nyilván az első részeknek nagyon ikonikus a Harry Potternek az alap témája, meg amikor már a Desplat volt a zeneszerző az utolsó filmeknél, azoknak is nagyon-nagyon jó zenéjük van, tehát én nagyon-nagyon szeretem a Harry Potter zenéjét, és biztos fura lesz hallani, mert szerintem lehet megtartanak egyes zenei részeket, de nyilván kell majd hozzá újakat is írni, úgyhogy nem tudom az milyen lesz, meg nem tudom, hogy ki fogja majd a zenét is szerezni. Annyira nem kell félni, mert szerintem a Fantastic Beastnek is jó lett a zenéje. A Fantastic Beastre is ki fogok még térni. Na most nyilván kell új casting, mert hogy az eredeti szereplők már öregek ahhoz, hogy 11 éves gyerekeket játszanak. Itt jön be szerintem az egyik legnagyobb nehézsége ennek a rebootnak, hogy azért az eredeti cast, az eredeti színészek a Harry Potter filmekből, na ők aztán tényleg nagyon ikonikusak. Tehát szerintem nincs, nem nagyon lehet azt csinálni, hogy azt mondod egy embernek, hogy Harry Potter és nem Daniel Radcliffe feje jelenik meg az arca előtt, még akkor is, hogyha nem látta a filmeket. És mivel teljesen új casting kell, hát ezzel például van több tényező is, ami miatt én speciál aggódok. Egy, J.K. Rowling nagyon elvileg producerként lesz ezen a sorozaton, ami oké, nyilván tök jó szerző, bele tud szólni, hülyebb lesz az eredetihez. Igen, de J.K. Rowlingot nagyon sokan nem szeretik manapság. Most abban nem menjünk bele, hogy miért, de mivel nagyon sokan elítélik őt a saját nézetei miatt, főleg mondjuk Hollywoodban, vagy a filmiparban is akár, ott van a kérdés, hogy oké, ki az, aki fog jelentkezni úgy színésznek erre a sorozatra, hogy tudja, hogy J.K. Rowling mondjuk ugye dolgozik ezen, és akkor ugye itt jön az, hogy most akkor elvállalod-e a pénzért a dolgot, és akkor lenyeled mondjuk az elveidet, és dolgozol J.K. Rowlinggal, vagy sem. Ez egy kérdéskör. A másik, hogy én előre sajnálom ezeket a gyerekeket, akiket be fognak erre castingolni, mert az internet népe az nem tudja, hogy kell viselkedni. És ezek a 11-12 éves gyerekek, ezek úgy szét lesznek. Nem az ördögöt akarom a falra festeni, csak nem egy olyan dologról beszélek, amit még ne láttunk volna kismilliószor, amióta ugye az internet ilyen nagyon durván elterjedt dolog, és mindenki nagyon szereti hangoztatni a véleményét,
és nagyon erőszakosan, amit nem is értek, hogy mondjuk valakinek miért esik jó 10 éves gyerekeket bullizni az interneten felnőtt ember létére, de hát ezek szerint vannak ilyen emberek. Szóval amint meglesznek, hogy kik lesznek fixen a színészek, azokat a gyerekeket azonnal el fogják kezdeni szétszedni social médián. Pontosan úgy, ahogy a Percy Jackson sorozatnál kiderült, hogy ki fogja játszani Annabeth-t, és úristen, fekete színésznőt választottak, addig szekálták a 12 éves gyereket, amíg le kellett törölni az Instagramját, és ugye most megmondom, ugyanez lesz azokkal is, akiket be fognak válogatni erre, mert nem az eredeti kaszt lesz. És tudom, hogy ez, tehát nem mindenki ilyen idióta, hogy ez emiatt gyerekeket zaklasson, de megvan az az emberi réteg, aki igen, és azok ezt nagyon durván tolják. Nyilván én is üljük vele, hogy nekem is annyira belém van égve Daniel Radcliffe, meg Emma Watson, meg mindig Robert Pattinson-t akarok mondani, Rupert Grint feje az elmémbe, hogy én nagyon nehezen tudok elképzelni bárki mást ezekre a szerepekre. És vannak azok, akik ezen véleményüket ezeken a szerencsétlen gyerekeken fogják majd levezetni. Csak azért, mert ezek a gyerekek nem a Daniel Radcliffe, meg az Emma Watson, meg a Rupert Grint lesznek. Tehát előre sajnálom őket, és szerencsétleneknek nagyon komoly mentális problémákkal kell majd megküzdeniük ezek után. És szeretném azt hinni, hogy jobbak vagyunk ennél, mint emberiség, hogy gyerekeket zaklassunk az interneten, de sajnos nem ezt látom. Bármilyen, gyakorlatilag bármilyen adaptáció, vagy bármilyen film jön ki, mindenkit szekálnak az emberek, mert valami nem tetszik. Valami sose tetszik, és nem lehet az embereket kielégíteni. Tudom már, 2011-es az utolsó Harry Potter film, szóval úgymond régi. Most köszönöm szépen, öregnek érzem magam én is a kemény 23 évemmel, sőt, 22 és fél évemmel még csak. Látványügyileg szerintem a Harry Potter filmek nincsenek annyira lemaradva a mai dolgoktól. Nyilván ezzel nem kell egyetérteni. Én a Gyűrűk urát is a mai napig imádom, pedig ott is azért látszik, hogy a CGI nem tökéletes. De nagyon-nagyon szeretem a Gyűrűk ura filmeket. De nekem alapvetően oké, ugye azt mondják, hogy hű adaptációt akarnak. J.K. Rowlingot is bevonják, hogy biztosan nagyon hű adaptáció legyen. Az új közönségnek akarják, akik a mai fiatalok, de egyébként szükségük van a régi fanokra is, mert kellenek ők is a Harry Potter. A fanbázis azért elég masszív, és szükségük van a régi fanokra is, vagy az eredeti fanokra is. Én őszintén megmondom, szerintem nem nekünk csinálják ezt, nem az új generációnak csinálják ezt, nem a fanoknak csinálják ezt, a pénz miatt csinálják ezt. Lehet engem pessimistának hívni ez miatt, de szerintem ez abszolút a pénzről szól, tehát még kell a pénz, mert a Fantastic Beasts bebukott, mert szar volt a forgatókönyv, a sztori is. A Fantastic Beasts tökéletes lett volna, ha az egyetlen egy film marad a legelső, és nem hozzuk bele azt, hogy 20 éven keresztül próbálunk végigvontatni ezt a Grindelwald Dumbledore sztorit, amit még kaptunk, mert szerintem a második-harmadik film kritikán aluli volt, hülye volt a sztoria is, abszolút értelmetlen volt az egész, tehát hogyha csak a sima Fantastic Beasts marad meg, akkor szerintem működött volna a dolog, de itt nyilván az öt film az jobb lett volna, mint csak egy, mert több pénz, több merch. És azért csak gondolom, hogy a fanoknak csinálják, mert a fanok szerintem évek óta, tehát például az Tumblr-ön, még a Tumblr időszakomból, meg amúgy is, mindenki, esküszöm mindenki tekergők adaptációt akar. Oda-vissza vannak érte, olyan durva fanfictionok vannak a tekergőkhöz, meg egész olyan fancasting van a tekergőkhöz, tehát hogy így, ha egy tekergők sorozatot jelentettek volna be, mindenki leborult volna. Még úgy is, hogy J.K. Rowlingot mondjuk bevonják, mindenki azt mondta, hogy nem érdekel, tekergők sorozatot akarunk. Tehát igen, és ahhoz is lehetett volna merchet gyártani. Na mindegy. Szóval szerintem ez abszolút inkább a pénz itt, amire kimennek, nem arra, hogy a fanokat kielégítsék. Az, hogy én hogy állok ezzel a sorozattal? Mondom, én nem érzem magam túl izgatottnak, nem tudom, hogy egyáltalán nézni fogom, mert amikor így bejelentették, úgy voltam, hogy esetleg belenézünk, de úgy vagyok vele, hogy minden hibájuk ellenére én azért szeretem a Harry Potter filmeket, tehát megvan maguknak a hangulatuk. Nyilván, amíg nem olvastam én a Harry Potter könyveket, tehát én láttam az összes filmet, és ilyen 15 évesen olvastam a Harry Potter könyveket,
És nagyon sokáig nem értettem elejétől végig a Harry Potter sztorit, mert hogy a filmek nagyon sok mindent kihagynak, főleg a 4-5-6, és utána a 7-8. Filmben ott azt szerintem a 7. könyvet azt jól adaptálták, és ott nagyon sok minden olyanra utalnak vissza, ami a 4-5-6-ban nem volt benne. És emiatt én se értettem, amíg nem olvastam a könyveket, hogy szóval emiatt volt az. De nem tudom, tehát hogy nekem annyira belém van ígyve, annyira sokszor láttam, hogy nem biztos, hogy le tudnék ülni és végignézni más színészekkel. De emiatt senkit nem fogok zaklatni az interneten, szóval úgy érzem, hogy ez egy teljesen valid álláspont ilyen szempontból. És nem tudom, mennyire tudja majd azt visszaadni mondjuk ez az újra alkotás sorozat, hogy ugye amikor a Harry Potter filmek jöttek ki, azzal együtt jöttek ki a könyvek is, és annak azért megvan egy külön hangulata, hogy ugye olvasták az emberek a könyveket, és akkor nagyon izgatottan várták belőle a filmet, szóval szerintem annak volt egy ilyen extra varázsereje. Mindegy, de hogy úristen, hogyha lesznek filmes borítós, vagy ilyen sorozatos borítós Harry Potter kiadások. Odáig nem menjünk el, légy szíves. Tehát, hogy azt így előre mondom, senki nem akar sorozatos borítókat. És ami még nekem például ilyen nagy kérdőjel a fejemben, hogy mennyi idő lesz az, mire a sorozat tényleg meg tudja mutatni, hogy valóban helyre akarja hozni azt, amit a filmek elrontottak. Mert igen, tehát szerintem még a 3. film is jó volt, és viszonylag hűen adaptálta a könyvet. A 4-5-6 az volt az abszolút olyan, amiből nagyon sok minden kimaradt, nem is volt idő belerakni, meg hülyén is csináltak egy-két dolgot. Például cipőfűzős jelenet az örökre traumatizálta az egész fandomot. Ginny karakterét elrontották, Ron karakterét elrontották egy csomószor a tűzserlegében, mint tudjuk, hogy mi az, amit nagyon elrontottak. Kihagyták Winky szálát, kihagyták a Szent Mungóz, na lehet, hogy nem tudom, keverem a magyar-angol, de hogy ugye amikor Neville szüleiről van szó, nagyon sok mindent kihagytak belőlük, amit a sorozat fixálhat. De az a helyzet, hogy ahhoz el kell jutnunk a 3.-4. évadig minimum. Mert hogy az első két film az jó volt, az jól adaptálta a könyveket, és nagyon durván adta azt a varázslatos érzést, ami a Harry Potter könyvekben is megvan. És ugye ehhez hozzácsapták a vizualitást, a zenét, ott még szerintem a karakterek is jók voltak. Szóval, hogy az első két film az jó. Az abszolút visszaadja, hogyha a könyvhűséget nézzük, a könyveket. Szóval a 3. évadnál, de szerintem amúgy a 3. is jó volt, szóval én azt mondanám, hogy mondjuk a 4. évadnál kezdhetnék el úgy igazán fixálni a dolgokat, és az azért hosszú idő, valljuk be. Tehát, hogy az első két év, tehát jó mondjuk, teorizáljunk, megjelenik az első évad, teljesít úgy, ahogy, utána mondjuk megjelenik a 2. évad, az is teljesít úgy, ahogy. És szerintem onnantól jön el az a rizikós hely, hogy vajon megéri-e folytatni 3-4-5. Évadig, mert hogy, na, nem tudom, hova mentem ezzel a gondolattal. Csak én azt érzem, hogy tehát emiatt az első két évad minimum, mivel az első két könyv lesz, nagyon ugyanolyannak kéne lennie, mint a filmeknek, akkor meg feltehetjük a kérdést, hogy akkor minek csináltuk újra, ha ugyanazt tudják visszaadni, mint az eredeti filmek, amik teljesen jók. És hogy vajon ezek után megéri-e folytatni a sorozatot. Mert szerintem nem tudom, hogy oké, le van szerződtetve, hogy 7 év a 10 év, de hogyha nem fogja megérni, nem fogják végigcsinálni. Simán elkaszálják, vagy végigerőltetik, nem tudom. De hogy én tényleg azt érzem, hogy oké, hogy ki fog jönni az a sorozat, de minimum 2 évadot végig kell néznünk, mielőtt bármi olyasmit láthatnánk, ami mondjuk a könyvhűséget erősíti a filmekkel szemben. Én így nagyjából ezek az érzések, meg gondolatok kavarognak bennem ezzel az egésznek a kapcsán. Én igazából nem vágytam egy Harry Potter rebootra, aztán azóta bejelentették még az Alkonyatot is, amit így az Alkonyat fandom is így ezt mondta rá, hogy válj. Tudom, hogy a Harry Potter egy baromi nagy fanbázissal rendelkezik, és nyilván ezért éri meg bármi Harry Potter kontentet gyártani nekünk, mert hogy úristen, fölzaváljuk. De azért vannak elveink, meg vannak mércék, amiben felzabáljuk, és ugye a Fantastic Beasts is azért bukott el, mert nem volt jó. Pedig lehetett volna jó is. Lehetett volna, meg volt benne a potenciál, elrontották. Az HBO csinálja, a Trónok harcát is a végére elrontották, szóval nincs itt garancia arra, hogy tényleg jó lesz. Nem arról van szó, hogy én előre el akarom ezt az egészet ítélni, csak vannak nyilván fenntartásaim, meg mivel már nem érzem magam akkor a Harry Potter fannak, úgy vagyok vele, hogy inkább újra nézem a régi filmeket, amik
már bejáratottak, szeretem őket, és nem biztos, hogy végig tudok nézni több évadot olyan színészekkel, akikhez nem vagyok úgy hozzászokva, mint mondjuk az előzőekhez. De ezzel a döntésemmel én például együtt tudok élni, és nem fogok emiatt 10 éves gyerekeket zaklatni az interneten. Vagy bárki más, aki mondjuk nagyon izgatottan várja ezt a rebootot, mert hogy úgy érzi, hogy ez egy olyan lehetőség, amit a Harry Potter filmek elrontottak, és akkor most egy jobb adaptációt kaphatunk, tehát hogy én senkinek nem fogok emiatt beszólni. Nekem ezek az érzéseim, neked meg azok, hogy te ezt nagyon várod, tök jó, majd mondd el, hogy milyen, tehát hogy így körülbelül így vagyok ezzel. Ja, de szerintem ezt csak a pénz miatt csinálják. Mert van egy ilyen pessimista énem, ami azt gondolja, hogy ez csak a pénz miatt van, semmi más nem hajtja ezt az egész projektet. Ja, na igen, szóval ugye Harry Potternek azért elég masszív fanbázisa van, szóval azért egy ilyen szolid ötlet nyilván Harry Pottert csinálni, mert hogy elég sok embert fog alapból érdekelni, és akkor már nem kell annyira izgódni, hogy mennyi embert fogunk amúgy még behúzni. De úgy gondolom, hogy ez egy kicsit könnyű megoldás, ahelyett, hogy mondjuk valami újat adnának a Harry Potteren belül, illetve én személy szerint szerintem tudnék legalább 5 másik könyvet per könyv, sőt többet. Tehát így a polcon felé rá tudnék bökni, és azt mondani, hogy ebből mondjuk szívesebben látnék egy adaptációt, egy első adaptációt, mint egy Harry Potter rebootot. De nyilván a Harry Potter reboot az egy ilyen biztonságosabb opció, mint az, hogy valami újjal próbálkozzunk. Akár a Harry Potter univerzumon belül nyilván, mert hogy a Harry Potter könyvekben leírtakat egyszerűbb adaptálni, mert nem kell külön sztorit kitalálni hozzá, ugyebár. Aztán nem tudom, még az is lehet, hogy mire kapunk egy rendes castingot, meg mondjuk egy trailert, addigra úgy fog kinézni, mint valami olyasmi, ami esetleg mégiscsak bevonz azokat az embereket is, akik mondjuk körülbelül azon a véleményen vannak, mint én, hogy nem igazán szeretnék ezt a rebootot, vagy hát nem is az, hogy nem szeretném. Inkább csak az, hogy így nem érdekel. Igen, inkább az, hogy nem érdekel szerintem az én ezen az állásponton vagyok. Mi hova mentem ezzel a gondolattal, már megint elvesztettem. Nem tudom, hogy egyébként azon bátorodtak-e ennyire föl, hogy a Hogwarts Legacy játék az ilyen jól ment, de annak az volt a varázsereje, hogy egyrészt nem Harry Potter tehát egy Harry Potter sztori előtt játszódott, másrészt csinálhattál saját karaktert, harmadrészt mászkálhattál a Roxfordban. Annak is elég gyenge sztoria volt. Tehát a fő sztori a Hogwarts Legacy-ban nagyon gyengú sztori volt, valljuk be, tehát hogy nem ez volt a világ legjobb játéka. Volt egy-két sztori szál, ami sokkal érdekesebb volt, de hogy azok ilyen mellékküldetések voltak, és úgy összességében amúgy nem volt a legjobb játék. Mert hogy így hozhattál döntéseket, de a döntéseidnek nem volt súlya, mert így is úgyis ugyanaz történt. És ugye a Hogwarts Legacy-nál is ott volt, hogy de hát J.K. Rowlingot támogatod vele, hogyha játszol, ugyebár. És így is voltak, akik nagyon bojkottálták, meg voltak, akik azt mondták, hogy jó, de akarok saját karaktert a Roxfordban, és inkább játszok vele. Ez is egy olyan vita volt, ami nagyon megosztotta az internet népét. Én speciál, nem, én személy szerint nem vettem meg a Hogwarts Legacy-t. Én más Hogwarts Legacy-ével játszottam. Mármint, hogy nem én vettem meg, hanem én csak kiasztáltam, hogy vannak emberek a környezetemben, akiknek van játékra alkalmas felszerelésük, és ezért tudtam játszani vele. Biztos vagyok benne, hogy miután ezt a videót összevágom, meg befejezem, még fognak dolgok eszembe jutni, de hogy én körülbelül így állok ezzel az egésszel. Mondom, én kicsit megértem azt a tábort, aki azt mondja, hogy akkor lehet, hogy tényleg egy hűbb adaptációt kapunk. Nem bízom teljes mértékben az HBO-ban és J.K. Rowlingban. Szóval nem tudom, mi lesz itt. Mondom, én ilyen nagyon semlegesnek érzem magam. Olyan szempontból, hogy nem hiszem, hogy fogom nézni. Már csak azért is, mert ugye most tavaly nagyon-nagyon ment ugye a Sárkányok háza is, meg a Rings of Power is, és mind a kettő sorozat nekem olyan volt, hogy nem fejeztem be. Pedig azok is elég népszerű dolgokat adaptáltak ugyebár, és hogy tudom, hogy azok nem rebootok voltak, hanem előzmény sztorik, de hogy nem nagyon tudták fenntartani az érdeklődésemet, és nem tudom, hogy egy új Harry Potter sorozat képes lenne erre. Mert én igazából, hogyha Harry Pottert akarok nézni, akkor gyakorlatilag újra nézem a 7.-8. filmet, mert azoknak nagyon jó hangulata van, meg nagyon jó zenéjük. Úgyhogy nagyon sok idő lesz, mire eljutunk oda, hogy ténylegesen látjuk azt, hogy javítanak-e a filmeken, mármint a filmek
adaptálásának minőségén a sorozat, és pont emiatt nem vagyok benne biztos, hogy végig fogunk ezen érni. Igen, és tényleg nekem a legnagyobb dolog, amit már előre sajnálok, azok a gyerekek, akik a gyerekszínészek lesznek ebben a sorozatban. Szegény, nagyon remélem, hogy nincs social médiájuk, vagy valami, mert az internet népének az ilyen kis mérges hányada nagyon hangos tud lenni, és nagyon bántó, úgyhogy előre sajnálom szegény kis gyerekeket, hogy már egyből ezzel kell megküzdeniük, hogy milyen emberek vannak a világon, pedig ők csak örülnének annak, hogy nem tudom, belettek válogatva, hogy játsszák az XY szerepet a Harry Potterben, de hát felnőtt emberek nem feltétlenül tudnak magukkal bírni. Ja, úgyhogy igazából nem tudom, hogy nagyjából ez a videó így ez így minden gondolatom a téma kapcsán. Én azt érzem, hogy nagyon sokan tehát hogy úgy érzem, hogy a kommentek alapján, most csak meg amit így reakciók alapján láttam, úgy érzem, hogy nagyon sokan nem várják ezt az egészet, meg úgy érzik, hogy felesleges, és emellett ott vannak még elég sokan, akik meg azt mondják, hogy hát igen, de a filmek egy része azért elég rossz volt, és hogy ez lehet, hogy jobb lesz. Szóval így nagyjából ez a két tábor van. Én inkább az elsőbe tartozok, mint az utóbbiba, aztán ki tudja, még bármi lehet, de egyelőre inkább az első táborba tartozom, hogy nem igazán érdekel, feleslegesnek tartom kicsit. Röviden, tömören, mert nem lett az annyira rövid videó. Nekem nagyjából ez így a véleményem, ezt látom ezzel a helyzettel kapcsolatban. Kommentben írjátok meg, hogy ti várjátok, nem várjátok, mit gondoltok róla, beszélgessünk, de kultúrát módon. Ne legyünk olyanok, mint akik 12 éves gyerekeket ócsároznak, mert belettek válogatva egy szerepre. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, vagy ha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!